Hello, my friendek! Hogy vagyunk? Baromi izgalmas videóval érkeztünk, ja, mert amúgy itt van velem a Csöcs. Sziasztok! Mr. Csöcs megérkezett. Az Inas. Attila már napok óta az Inasom, és én egyébként nagyon élvezem ezt a dolgot, szóval akár maradhatnánk így örökre is. Ezt gondoltam egyből. Én is nagyon élvezem. Egy ideig... Mármint mindig. Jó, akkor így maradunk. Miniszó karácsonyi zsákbomacska nyitogatás, itt vagyunk. Attilánál már láthattátok ennek a videónak az első részét, és most itt vagyunk a második résszel. És hát nem is húznám tovább a szót, meg nem idegesítenélek titeket tovább, ugyanis a nyereményjátékról van szó. Mindenkit az érdekel igazából. Attila videójának a végén mondtuk el nektek, hogy lesz egy nyereményjáték, de úgy kicsit ködösen fogalmaztunk, és akkor most elmondjuk, hogy mi történt. Én is, és Attila is összeállítottunk nektek egy 10.000 forintos zsákmacskát. Kicsit több. Hát kicsit néha túlcsúsztunk, mindegy. Összeállítottunk nektek egyet-egyet, és hát igazából én azt gondolom, hogy amit én állítottam össze, az nagyon barbis. Nagyon, annyira barbis. Szóval konkrétan olyan dolgok lesznek benne, arra számítsatok, hogy olyan dolgok lesznek benne, amiknek én egy ilyen videóban biztos, hogy nagyon-nagyon örülnék. Az én csomagom a Barbie szerint egy szar, de szerintem amúgy nagyon jó, és én is olyanokat állítottam össze, ami szerintem nagyon attillásak, és bárki kapja, szerintem tetszeni fog neki. Barbie csomaga az kicsit csajosabb, mondhatni. Igen, az enyém az csajos. Az enyém az gendersemleges. Egyébként tényleg, az Attilai teljesen gendersemleges, az enyém viszont nagyon csajos. Igen, szóval én biztosan arra jelentkeznék. És hogyan nyerhettek? Instá lesz ma, közösen fogunk kirakni egy posztot, körülbelül amikor ezt videót látjátok el 7 óra körül, szóval nézzétek meg mindenképpen az Instánkat, ott tudtok jelentkezni valamelyik csomagért, minden részlet ott lesz, szóval hogyha szeretnétek egy ilyen karácsonyi zsákbomacskát nyerni, itt az alkalom. És kommentben majd azt kell megírnotok, hogy melyik csomagot szeretnétek, szóval Barbie vagy Attilai. Addig fogunk sorsolni, amíg ki nem dob mind a két lehetőségből egy embert. Úgyhogy jelentkezzetek, kíváncsi vagyok, utána mi fogjuk nektek elpostázni, és hát én már alig várom meg, ez tök jó, szerintem ez az egész lehetőség, hogy így sikerült ezt megoldani. Igen, szóval köszönjük még egyszer a Miniszónak a szokásos kis csomagokat és igen, a lehetőséget. Kezdjük el! Hát amúgy most konkrétan, képzeljétek el, most így extra nagyon várom, ugyanis fejtek engem a Miniszósok, hogy vagy Barbie bevágja, mik ezek a figurák, de hogy most vannak náluk ilyen szarjós figurák, és én azokat szeretem el, és azok nagyon cukik, de most miért nézel így? Jó, ugye Barbie egy köcsök, de ezt a Márk szokta. Szóval ezek a figurák nagyon cukik, majd vágó Barbie vágja be ide rólok képet, és nagyon remélem azt, hogy minden ilyet kapni fogok, és a Barbie is semmit. Az én zsákban mocskáim azok mind üresek. Most az óriási. És valami extra nehéz. Tényleg? A két csomagunk van amúgy mind a kettőnek, valamint egy közös, a szokásos kombó. Jó, nézzük. Ez mi? Ez valami... Valami nagyon... egy nagy dolog? Nem, ez amit érzek, ez nagyon hideg és üveg. Ezt szerintem ez egy ilyen kajatároló lesz. Na és ez is olyan ízlés, amit mondtam. Cinnamonrólos. Igen, úristen, nagyon-nagyon édes. De ez na... Ez nagyon jó minőségű. Tök tetszik, hogy üveg. Ez nagyon jó. És amúgy nagyon durva, hogy így ráéreztek, ugyanis a cinnamonról a kedvenc ilyen figurám. Na mindegy, ilyen nagyon jól néz ki. Ebbe fogom majd a kis kajácskámat belerakni, amit a Barbie nekem sose fog elkészíteni. Következő, ez valami portörlő. Portörlő. Úristen! Úristen, ez nem az az egész csomag ilyen cinnamonról. De ezzel hogy törlöd így? Ez kéztörlő. Mi van? Szóval, mert nem láttál még olyan TikTokokat, hogy úgy hogy kezet mosnak, és akkor csak ennyit csinálnak? Mert hogy ez annyira felszívja a vizet? Nekünk más az algoritmusunk, de ez nagyon jó. Úristen, ezt majd berakom majd a vendég fürdőbe. Nem, mint a rökibe? Nem, hát én egy palotába lakok, és a vendég szárnyba berakom ezt. Jaj. Na, ez nagyon jó, ez eddig 10-20. Amúgy eddig nekem is tetszik, nagyon ez a csomag. Hát és még van benne még két dolog. Ez a kövi, ez dobozban van. Ez is cinnamonrólos. Úristen, ez valami idióta figura, amiket te szoktál gyűjteni. De amúgy ezt én... Ez az én csomagom. Nem, Attila! Ez egy éjszakai lámpa! Nem adom neked, nem adom de neked. De cuki! Már a utóbbi éjszakai lámpát is megkaptad, na nincs cuki. Mert az enyém volt. Nem, az én. Nem, az enyém volt. Kamu. Úristen, de jól néz ki. Ez nagyon jól néz ki! Sajnálom, a töltő. A, meg a! Jó
tudj, ha egy habtengerén lennél. Amúgy szerintem ez milyen állat? Szerintem ez egy nyuszi. Na mindenki azt hiszi, de amúgy ezt olvasd meg róla a leírást, és ez egy kutya felhőből készülve, vagy mi? Ez lett a leírás, felhőből készült kutya. Úristen! Ez nagyon jó. Amúgy... Eddig a kedvencem. Hát ez az egész csomag egy nagyon jó neked, mert ez a, neked a kedvencem. Ez konkrétan. Na és az utolsó, ez egy nagyon nagy. Na. Fogalmas is milyen. Ez egy szőnyeglet. Egy kilépő, egy cinnamon rollos kilépő! Mi van? A... Igen. Jaj, hát ez nagyon édes! Ez nagyon viccesen néz ki, úristen! De én nagyon fura hangom van. Igen. Úristen, ez nagyon jó. Hát, amúgy ez rohadtul menő. És ez amúgy oda is fér, nem? Igen, szóval ez pont befér a kis vendégszárnyba. A fürdőbe. Attila, nincsen vendégszárny. De igen, ez nagyon jó. Ez a csomag szerintem eddig a legjobb volt, amit valaha ezt nyitott kellene. Én úgy érzem, hogy valaki nézte a japános sorozatomat, és abban mondtam, hogy ez a kedvenc figurám. Hát amúgy lehet. Ez nagyon durvá jó volt, hát köszönöm szépen, ez, nekem ez teljes 10-ből 20. Aha. Ez volt az eddig kedvenc csomagom valaha. Ezt egyébként szívesen ellopnám. Ja, ez nagyon-nagyon gondoltam annyira. I need a big boy, I need a big boy. Jó. Szerintem valami üveg, vagy valami Na mindegy, meglátjuk. Lehet, hogy te is valami cinnamon rollosat kapsz, csak te, nem cinnamon roll, hanem ilyen szajnosat, csak te egy másik figurát. Lehet. Nem, Tofi már vele ment az acskóba a szokás. Ah, már most vele. Ne, szokókás üveg. Ez a szokókás üvegfej. Ah, úristen, és ez nyomba is tud akasztani. Ez ilyen szilikonos anyagú. De miért? És ha nem akarod a nyakba akasztót, akkor itt van egy. De ez nagyon kis cuki. Ez is nagyon barbis. Úristen! Hány ilyen ez van már? Szerintem 2 vagy 3. Fékes shit. Ötletem sincs, hogy mi lehet ez. Na, ez is cinnamon, hogy ne ízeljük, szarjó. Ez ilyen kis jégkrémkészítő. Jaj, de jó! Ez a következő nyári buliba milyen jó lesz. Igen, majd csinálunk egészséges fagylalt. Ez írtó cuki, nekem tetszik, enyém örökre. A következő, jaj, és szerintem én sem maradtam ki. Miből az? Na hát akkor nem kell. Úristen, az enyém sokkal jó! Mi van? Az enyém sokkal jobb, csajos. Nem kaphatom én a csajszit, mert én fresh vagyok. Este még gondolom, hogy My Melody is. Egy kis nyuszika van rajta. Ez is ilyen szannyós figura? Aha. Jaj, ennek nagyon örülök most. Minden rózsaszín. Minden szerint. Rózsaszín, mert már ismernek engem. Hallod? Milyen? Mikor tettük össze a zsákbamacskákat? Igen. Láttam. Mit? Egy kutyaruhát. Nagyon reménykedem, hogy beletették, mert képzeld el a Bözsit egy ilyen télanyó ruhát. Télanyós ruha volt? Igen, egy ilyen szoknya volt. Ah. Szerintem ez nekem simán 10-ből 10-es. Hát is viccelnek jobban. De ez is jó. Jó csomag. Figyelj ide. Fosrió. Az én másik csomagom jön, ami azért most könnyebb, mint az előző, de még mindig nagyon heves. Első dolog, amit megkaptam. Ez egy bevásárlókocsi. Egy szomorú bevásárlókocsi. De ott, ez tök jó amúgy, mert hogyha majd megyek a boltba, akkor így tudok majd menni. Most tökéletlen, hogy a földön így tolod el. Úristen, ez egy vászonzsák lesz. De ez mi? Ez egy ilyen gyümölcsös? Minden cinnamon rollos, amit én kaptam, elnézést. Imádom a vászonzsákokat, szóval ez eddig teli találat. Ez mi? Ez is cinnamon rollos, hogyha valaki meglepődött volna. Ja igen, nekem van ilyen, tudod, ilyen cicásba, és neked meg akkor lesz cinnamon rollosba. Én a gépemhez tettem, és tök jó, mert csak ránézek, és tök feloldom. De jó, senki nem kérdezte. Örülsz magadnak. De jó! Ez nagyon nagy. Nem hiszem el, hogy ilyen jót kaptál, edd meg! Edd meg? Igen! Ez egy ilyen tároló. Szerintem az összes horgolós cuccomnak. Egyébként szerintem már az összes ilyen videóban nyitott valamit, ami utána kinevezett a horgolós cuccának tartónak. De úristen, úgy van rajta egy kis kosz. Lekapartam! De el most kérdésen nem cinnamon rollos, hanem Pompompurin. Ez a nagy dagacsárga kutya.
csodálatosak eddig ezek a csomagok, arra tudok mondani, szóval kicsit félek, hogyha a közös is ennyire jó lesz, akkor azért verekedni fogunk. Körülbelül hány darab lesz a táskád alapul? 8 és 28 között. Az elég nagy... Hát így a hét minden napjára jut egy, és azért nagyon jó amúgy, mert tudok a vendégfürdőbe is rakni, hogy valakinek kellene egy pótvászon zsák. De nincs is vendégfürdő. Dehogy nem. Egy palotában élek. És jön az én utolsó csomim. Ez egy karácsonyi fedíz lesz. Karácsonyi szapókás lesz. Úristen! Nem is tudtam elképzelni, hogy ez mit csinál. És itt tudod forgatni, hogy melyik legyen az, hogy egy kis hóember, vagy egy ajándék csomag. Nagyon menő ez a pohár. Dor? Ez egy dezodor. Na várjál, ez mi? Elnézést, ez cinnamon rólos, és nem hozzám akart kerülni? Eltévezted a házszámot, uram? Vaj, de cuki! Mennyire viccesen nézesz ki? Hát megöntél a kövi buliba. Eredeti cinnamon ról. Azt gondolom, hogy az ilyen ruhadarabokat, hogyha odaadnám Andrisnak, is simán tudna vele csinálni. Amúgy igen, adod Andrisnak, vagy a Bettynek. Valamelyik ja, a Betty nem. De az Andris szerintem egy olyan outfitet tudná ezzel csinálni, hogy így nem lenne cink, hogy ő ezt a táskát hordja. Hát, az biztos. Ez egy telefontartó? Igen! Összeélő telefontartó. Jó, de jó! Jó, és akkor az utolsó dolog, ami volt csomiban, az egy... Ez itt tükör? Jaj, de igen! Egy ilyen csippendéles? Csippendéles tükör szerintem, igen, smink tükör. Esküszöm amúgy a miniszóban ilyen végtelen számú dolog van. Szóval igen. Minden alkalom, amikor bemegyünk, így körülnézünk, és sem látom azokat, amiket kapunk. Igen, meg így, igen, konkrétan azokat én sem látom, amiket kapunk, és... Hát ez nekem nagyon tetszik ez a tükör. Ezt meg a olyan beszélek. Szép... Na magamnak adom. Ja, jó. Olyan szép lila, igen. Nem tudom, olyan nagyon szép kis csajos. Én most amúgy a két csomagból kétszer is kaptam poharat. Amúgy igen, már tudják azt, hogy nagyon ilyen mániákus vagy. Mániákus pohárgyűjtögető vagyok. Mindegyből iszik egyszer, aztán soha életben nem tudja, hogy hol rakta őket. Van egy olyan pohara is, ami szerintem már egy éve az autójában van, pedig csak fél éve van meg neki az autó. Jön a közös. Azaz, már rám. Fér. Amúgy ez konkrét, ez egy masszázs eszköz, csak nagyon hamar. Ez most nagyon jó nekem. Nagyon jó nekem. Igen, csak így erősebb. Közös csomag. És hiszen van egy üzenet. Erre kaptuk az üzenetet, ami a kis szokásos üzenetünk. Mi hangon. Jaj, ne. Kedves Barbie és Attila, fogadjátok sok szeretettel ezeket a csomagokat. Reméljük, hogy legalább annyi örömet okoz majd nektek, mint amennyi nekünk volt összekészíteni. Legyen boldog karácsonyatok, üdvözlettel, Miniszó csapat. Love you guys, love you. Love you, Miniszó csapat. Na, és az történt, hogy én ebben már beleláttam. És kiítottad nélkül? De mert szeretném bemutatni neked is, és a nézőknek is. A Miniszó snack válogatást. Ezt nem mondtad komolyan, hogy mi van? Ez mennyi dolog? Igen. Most ez nagyon jól néz ki. Újabban bejöttek a Miniszóba a snackek, és most már ezeket is tudjátok vásárolni ott. Kaptunk ebből egy ilyen kis válogatást. De ez mind ilyen ázsiai snackek. Igen, ilyen mindenfélék. Úristen, ez nagyon jól hangzik, ilyen epres mandula. Oké, ezzel kezdjük. Együtt. Csípős tészta, tudjátok, amitől utána jött. Kulsz. Hogy kiég a WC. Tészi! Azt is ilyen rózsaszín. De kemény. Ez. Amúgy nagyon jó. Isteni. Most már nagyon jó. Csöcs Attila, öprú. Ez kis. Mangókék. Adjuk. Mi, ezek nagyon jó cucc. Amúgy nagyon. Szerintem én ilyet ettem most a Bettyvel valamelyik videóban. Nekem mondom, hogy akkor is üzlet, és ugyanolyan, mint a Bettyvel ettünk. Namíbia és sivatag szárazságú dolog. De ebben nincs semmi? Ez olyan, mint egy háztartási kert. Kicsit édesem. Nincs benne semmi. Nincs, de mondja. Mi lesz egy kivis ilyen tapony? Igen, egy kivis bar. Oh. Ez isteni. Egy gumicukor. Sima kivis gumicukor. Neked annyi a fura ízlős ez van. Nem, nincs így.
Külső réteg, olyan fura, olyan port, valami port éreztem rajta, vagy valami, nem tudom mi. Szerintem ez nagyon-nagyon finom amúgy. Meghalljátok, van mindenféle kis kitkát, van ilyen egyet, próbálj meg kités, kávés, mocsis. A sajtortársa. Mennyi finom, nagyon jó. Nagyon fehér, igazából ilyen fehér csak is íz van. Hát ez nagyon finom volt. Ez nagyon jó volt, szóval újabbok, amin szóba járni, nem csak úgy dolgok vannak. Nem. Mert ez ázsiai snackek, egy csomó. Úgyhogy ez szerintem mindenkit nézzétek meg, hogyha így érdekesnek találtátok ezt. Köszönjük, hogy velünk tartottatok a nyereményjátékot, majd este 7-kor fogjátok látni az Instánkon. Jelentkezzetek minél többen, hogyha szeretnétek megnyerni az én vagy az Attila zsákbamacskáját. És nem szárok az enyémbe a cuccok, higgyétek el, nagyon jók. Mindegyik extra puha, ölelni való. Jók a cuccaim. Jó, köszönjük szépen a figyelmet, a miniszósoknak pedig köszönjük a csomagokat, és a következő videóban találkozunk. Puszi! Sziasztok!